Moha és páfrány. Hogyan ültetett el moha és páfrány egy magot? Moha és páfrány egyszer ott állt kis kertjében a fakunyhó mellett. A napocska egy darabig nézte őket, aztán megkérdezte. Mi van? Hát szeretnénk ültetni egy szép virágot, de nincs virág magunk. De hiszen ott egy magocska. Miféle vagy? Hát, verbaszkum. Tessék? Verbaszkum. Legyen belőled viola, hajts ki magocska, hollallá, legyen belőled viola. Jaj! Hogy csípne meg titeket a rigó a virág magotokkal együtt, így dübögni a fejem fölött. Tudod mit, moha? Most fordítva. Hajts ki magocska, hollállá, legyen belőled viola. Hajts ki magocska, hollállá, legyen belőled viola. Ennyi, de lusta egy magocska ez. Az. Micsoda álomszuszék. Mondhatom, szép kis kertészek vagytok, mondta a napocska, majd zengő naphangján dalra fakadt. Hajts ki magocska, hollállá, legyen belőled viola. Hajts ki magocska, hollállá, legyen belőled viola. Jé, na hát, hiszen te nem is viola vagy. De nem ám, ökörfarkóró vagyok. De annak a két jó madárnak a latin nevemen mutatkoztam be. A mindenit, ámult el a napocska, kis hián maga is latinul. Ezt jól megcsináltam. Jaj, a virág elcsorta a sityakomat. Már látom, előbb csak a nadrágja pottyan le, aztán az a két balkezes moha is. Mm.
fúj, ebből baj lesz. Csoda izgi volt. De most már nem érgelődj. Örülj, hogy jó véget ért. Mesélő Pogány Judit. Írta Václav Csvrtek. Zene Jaroszláv Celba. Fényképezte Zdenka Hajdová. A forgatókönyvet írta és a filmet rendezte Zdenyek Szmetana. A magyar változat a Duna Televízió megbízásából Aliget stúdióban készült.